Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban, a 2019-ben olvasott kedvenc könyveimről lesz szó. Hagyományosan körülbelül minden évet valahogy ezzel a videóval szoktam nyitni, bár mivel most már nem ez az első videóm, a legelső videóm egy 2017-es kedvencek volt, és a tavalyi évben talán a második volt a 2018-as kedvencek, mert először a utolsó havi összegzést szoktam kitenni. Szóval most is így volt. Kicsit nehéz dolgom volt, mert ilyen olvasás terén a 2019-es évem nem volt olyan túl izgalmas, fogalmazunk így, tehát nem olvastam túl sok olyan könyvet, amire így kifejezetten azt tudtam rámondani, hogy fú, ez kedvenc lett, ez nagyon jó volt, ettől eldobtam az agyamat. Úgyhogy ötöt alig bírtam összeszedni, és így hagyományosan ötöt szoktam ilyenkor betenni a videóba. Szóval most kicsit érdekes, de összeszedtem azért ötöt, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, nézzük, melyik lett a tavalyi évben az öt kedvenc könyvem. Az első, a Scott Pilgrim képregényekből az utolsó rész, a Scott Pilgrim feltámadása. Valamikor augusztusban olvastam talán a képregényeket, miután láttam a filmet, és így megtudtam, hogy vannak belőle képregények, mondom, akkor elolvasom, mert egyébként a film is egy teljesen aranyos, tök jól megcsinált film volt, és mondom, érdekel a könyv, elolvasom. Nagyon aranyos képregények, vicces is, és hát 6 része van, és nekem a 6. volt olyan, hogy azt elolvastam. Az volt a leghosszabb, azt olvastam ki a leggyorsabban egyébként, és az volt olyan, hogy azonnal fel is tettem a kedvenceim közé, és azért volt nagyon jó az a képregény sorozat, mert tényleg ilyen rövid, vicces, jó a vége, nem volt benne semmi ilyen nagy drámai dolog, tök élvezhető volt. Van egy olyan rossz szokásom, hogy mikor a kedvenc könyvemről kéne beszélnem, akkor kb. Nem tudok mit mondani, csak az, hogy jó volt. Amikor meg a legrosszabb könyvekről, azokat valahogy órákon át tudom szívni. És nem teljesen értem, hogy miért a rosszról tudok beszélni, de az a lényeg, hogy jó volt, és nagyon nekem speciál a Scott Pilgrim képregényekben még az is tetszett nagyon, hogy ahogy meg volt rajzolva, tehát az egész stílusa a képregénynek tetszett. Pedig amúgy nem vagyok egy nagy képregényes, tehát most bárki meg tudja mondani, aki követi a csatornát, vagy megnézi, hogy miket olvasok. Ez az egy Rick Riordanos képregényem van, ami a második könyvet dolgozza fel képregényként, és így ennyi. Hát nem telik el olyan év, nem tud olyan év eltelni, hogyha már Rick Riordan a kedvenc szerzőm, akkor ne tegyek be egy Rick Riordan könyvet az évi kedvenceim közé, mert hát minden évben jön ki egy új Rick Riordan könyv, úgyhogy természetesen betettem a Trials of Apollo 4. részét. Na most, amikor olvastam ezt a könyvet, az akkori értékelős videómban elmondtam, amiről fogalmam sincs már, hogy melyik hónap volt, de elmondtam, hogy ez közel sem volt a legjobb Rick Riordan könyv, vagy a legjobb Trials of Apollo rész, ez a 4. a sorozatban, tehát már csak egy van, ami azt jelenti, hogy mivel ez kicsit gyengébb volt, remélhetőleg az 5. rész fog ütni, mert az Olympus hőseinél én azt vettem észre, hogy a 4. rész nagyon erős volt, és az 5. rész meg elég gyengéske. Szóval remélem ez ilyen átkötő rész, és hatalmasat fog ütni az 5. rész. Nagyon remélem, nagyon szeretném, és azt is, hogy ne halljon meg senki benne. Mert mi tudom, az Olympus hőseinél kicsit az volt a bajom, hogy egy karakter se halt meg, ilyen főbb karakter. De azért nem szeretném kifejezetten. Mert azért voltak mészárlások ebben a sorozatban, valljuk be. Szóval muszáj volt egy Rick Riordan könyvet is betennem, mert amúgy nem jött az volna össze máskor, hogy az 5 kedvenc könyv. Ez ilyen szükség kedvenc Rick Riordan volt, de hát imádom. Továbbra is imádom a sztorit, továbbra is imádom Apollót, mindent, amit Rick Riordan csinál, egyszerűen imádok. Imádom azt az embert. Ez a stílus, a humor, az egész görög mitológia, meg a római, meg mindegyik, ez ilyen örök szerelmem maradt, tehát ezt nem fogom kinőni. Ez nem olyan, amit kinő az ember. Szóval ezt is betettem, tényleg nem volt a legjobb könyv. Tehát még egy picit elgondolkodtam a 4 csillagon nála, de hát nem 5 csillagos, így is úgy is. Csak nem tudom, olyan gyorsan elment a könyv, és igazából történtek is dolgok, meg nem is. Szóval ilyen kicsit kétes érzéseim vannak a könyvvel kapcsolatban, de nem baj. Visszatért ez a probléma, hogy nem tudom, hogy hova, merre pakoljam le a könyveket. Mert eddig volt egy asztal mellettem. Na jó, ide. Ha bárki látta a márciusi összegzős videómat,
az szerintem tudira tud két kedvenc könyvet, amit most említeni fogok, a következő kettőt. Az egyik nem más, mint Rainbow Rowell-től a Fangirl. Ez a könyv annyira abszolút, szerintem így az idei év a kedvenc könyvem idén. Ami nem szokott nagyon előfordulni, mert általában minimum két-három kedvencet avatok egy évben, és nincs így kifejezetten egy darab Ultimate kedvenc könyvem sem. Tehát, hogy Rick Riordan így író szinten megvan, de hogy melyik könyvét szeretem a legjobban, olyanom nincs. Hát, hogy az idejében tutira ez volt a legjobb könyv, amit olvastam, ezt majdnem 100%-osan tudom állítani. A Rainbow Rowell-től olvastam először az Eleanor és Parkot, idén meg most már idén, tavaly. Tavaly megolvastam a Fangirlt, a Carrion-t, a Carrion folytatását, a Wayward Son-t és a Almost Midnight-ot. De ezen kívül már csak két könyvet kell Rainbow Rowell-től elolvasnom, és biztos, hogy listára teszem. Ugye hát azt hiszem, még van képregénye, de az ugye kicsit más kategória, aztán annyira nem olvasok. És ez a könyv! Szerintem pont beteg voltam, és pont kiolvastam így körülbelül egy nap alatt, és ez egy ilyen 450 oldalas könyv. Szóval kicsit elképesztő, mert mostanában főleg annyira nem olvasok hosszú könyveket, meg főleg nem ilyen gyorsan. De ez a sztori. Eleve nagyon azonosulni lehet a történettel és a főszereplővel. Legalábbis én nagyon tudtam, mert én úgy érzem, hogy nagyon hasonlóak vagyunk a főszereplővel. Főleg azért, hogy én most szeptemberben ugye elmentem egyetemre, és így új környezet, kollégium, minden inger, ami csak elképzelhető. Itt is. Én már márciusban is tudtam, mikor én ezt elolvastam, hogy nagyon tudok azonosulni ezzel a történettel, a szereplővel és mindennel. De így végig gondolva most így, hogy eltelt ez az egyetemi első fél évem, így igen, tényleg tudok azonosulni nagyon ezzel a sztorival. Kett és az ikertestvére egyetemre mennek, és hát ők eddig nagyon szoros kapcsolatban voltak, most már nem annyira, az ikertestvére kicsit távolodni akarul, meg egy ilyen tipikus, de tényleg az a sztereotipikus introvertált típusú alak, aki nem szeretne más csinálni, csak az ikertestvérével lenni, és Simon Snow fanfictionöket olvasni és írni. Na, túl meleg előtt a kamera, nem bírja a strapát. Oké, szóval ott tartottam, hogy Fangirl, és közben szereztem kávét ebben a roppant cuki bögrében. Ami nem tudom, honnan került elő, régen volt egy csomó lovas bögrém, és most előkerült. Na, Fangirl. Így fogom, így értelmesebb. És közben próbálom így nézni a jegyzetem, nézni a kamerát, inni a kávémat, tartani a könyvet, multitasking. Erős multitasking folyik. A Rainbow Rowell-től igazából megszokható, a legtöbb könyv általában valami romantikus szál köré fűződik, illetve az összes, amit eddig olvastam. A fő része az a romantikus része. Csak én tipikusan az ilyenfajta romantikus... mutogatom ezt a bögrét, haláli. Szóval én tipikusan az ilyen Rainbow Rowell-féle romantikus könyveket szeretem. Ami romantikus, de nem ez túlzottan az arcodba nyomja, nem ez az elektromos részecskék rohangálnak a hátukon folyamat, nem ez az órákon, oldalakon a félkönyv smárolás csak, vagy más. Mert oké, szóljon arról egy könyv, csak ne akkor, hogyha egy másik sztorit akar elmondani, és az eltörpül a romantikus részek mellett, mert Rainbow Rowell-nek tipikusan ez a szívmelengető, élvezhető, aranyos, bájos, romantikus szállal töltött könyve van. Ez így nem volt szerintem értelmes, de nem baj, szóval ilyen tényleg annyira jó lesik Rainbow Rowell-t olvasni. Az Eleanor és Park kicsit fájt, de az olyan típusú volt. Magában a könyvben ugye ketet követjük, ahogy így próbál kilépni a nagy életbe, de amúgy meg nem akar. És ugye ebbe jön a romantikus szál, meg minden is. Ez a könyv megjelent magyarul, úgyhogy aki csak teheti. Légy szíves, olvassátok, vagy hát én imádtam. És én szeretném, hogy ezt a könyvet minél többen imádják. Úgyhogy ha szereted az ilyen, valaki szereti az ilyen bájos cuki könyveket, Rainbow Rowell-ben nem csalódtam még. És a Fangirl tényleg, tehát főleg, hogyha valaki egyetemre megy. Tökéletes könyv ez ilyen felkészítésnek. Mondtam, hogy Rainbow Rowell könyveket olvastam idén. A Carrion-t nem hagyhatom ki a kedvenceim közül. Erről is beszéltem részletesen szerintem a márciusi összegzésemben. Ez is hasonló a romantikus könyv, romantikus féle,
mint a Fangirl, ez egy fantasy könyv, a Carrion. Itt látható Simon és Bez a borítón. Ez a két főszereplő. És a Ship. Na ezt a könyvet tényleg nagyon gyorsan olvastam ki. Kicsit nehezen indult, mert suli közben kicsit nehezebb volt olvasni, de utána úgy beindultam, hogy éjfélig minimum olvastam, ami nálam nem szokott sokszor előfordulni, mert inkább lefekszem, és akkor alszok, és másnap folytatom. De ezt a könyvet nem tudtam letenni, annyira jó volt. Ilyen mágus iskolába mennek, Simon a kiválasztott, ő a legerősebb, tudom, Harry Potter koppintás, ne kezdjük el megint a Harry Potteres dolgot, Harry Potter is nagyon sok másnak a koppintása, ezzel most nem érdemes összeveszni, tök mindegy. Nem érdekelt, hogy bizonyos pontokon hasonlít a Harry Potterre, mert nagyon sok ponton nem hasonlított a Harry Potterre, és nekem ez nagyon tetszett. Nem a Harry Potteres rész, hanem úgy általában a könyv. Imádtam. Elejétől a végéig, és annyira vártam, mert tavaly jött ki a folytatása is. Az nem sikerült olyan jól. De 4 év eltelt a két könyv között, mármint a megírásuk között. Szóval meg tudom érteni, hogy az nem volt olyan erős, elméletileg még lesz további folytatása, remélhetőleg azok jobbak lesznek, de ez a könyv... Tényleg, hogyha valaki szeretne Harry Potterhez hasonló könyvet olvasni, itt van. Csak nincs lefordítva, szóval más nyelven kell próbálkozni, de itt van. Tényleg hasonlít a Harry Potterhez. Megkockáztatom, hogy nekem még jobban is tetszett. Tudom, a Harry Potter kidolgozottabb, ez meg úgy csak egy kötet, de annyira jó. Annyira jó érzés ezt a könyvet olvasni, annyira jó érzés Rainbow Rowell-t olvasni, csak úgy általánosságban, hogy olvassatok Rainbow Rowell-t. Ennyi, ez a tavalyi év tanulsága. Több Rainbow Rowell kell a világnak. És ez 4 volt, úgyhogy az 5. és egyben utolsó könyv ebben a listában. Ezt majdnem évvégén olvastam. Évvége felé. Rupika úrtól a Tej és Méz. Na most én nem vagyok egy nagyon verses ember, nem szoktam nagyon verseket olvasni semmilyen mennyiségben. Ami nem feltétlenül egy jó dolog, de én inkább ilyen regényes vagyok. De ez a kötet azért volt nagyon jó, mert pont olyan lelki állapotban, érzelmi állapotban olvastam, amikor nagyon tudtam azonosulni a mondandóval. Tehát ebben ilyen modern versek vannak, tehát hogy nagyon sok olyan, még kb. Nem is rímel meg, nincs semmilyen szabály benne. De ettől függetlenül a mondani való az jó. Néhol nagyon klisés, elismerem tényleg, tehát egy néhol sok helyen olyan dolgok vannak, hogy persze ezt tudja az ember magától is, de most ezt tipikusan olyankor olvastam, amikor kellett nekem az a klisé, kellett azt úgy olvasnom, az úgy jó volt nekem, és tetszett, hát most... A 3/4 könyvet bejelöltem, ha rá tud fókuszálni. Tehát, hogy ez körülbelül a fele könyv, vagy a 3/4-e. Szóval az ott mind azok a részek, amik tetszettek. Láttam róla sok kritikát, de tényleg azt tudom mondani, hogy ez olyan lelki állapot kell. Olyanban tudod úgy értékelni a mondandót, a verseket. És nekem nagyon bejött ez a kötet. Elolvastam a másikat, az annyira nem. De ez nagyon tetszett, úgyhogy még most is van olyan, hogy néha így leülök, előveszem, és akkor így egy pár bejelölt verset átolvasok, mert teljesen jók. Úgyhogy ez a verses kötet nekem nagyon bejött. Úgyhogy ez egy nagyon jó ajándék volt, mert ajándékba kaptam. Úgyhogy köszönöm, az illető tudja. Hogyha valaki kicsit ilyen depis hangulatban van, teljesen jó neki ez a verses kötet. Vagy kell neki egy kis motiváció, ahhoz is jó. Ezek a könyvek voltak az én tavalyi évem kedvenc könyvei. Kommentben pedig írjátok meg, hogy nektek melyik volt a top 5, top X, akármennyi. Mik voltak a tavalyi kedvenc könyveitek? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like-ombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!